A Jobbik számos volt politikusa, Morvai Krisztina, Rubi Gergely, Gaudi Nagy Tamás és Borbély Zsolt Attila fogalmaztak meg éles kritikát a párt irányvonalváltásával és hitelességével kapcsolatban. Vendégem ezúttal szintén egy volt jobbikos országgyűlési képviselő, Berta Szilvia, az Értünk Értetek párt alapítója. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kezdjük akkor az Értünk Értetekkel. Ugye bejelentésük alapján országos listát kívántak állítani. Hány jelöltet állítottak végül? Így van, kívántunk. Hát 19 jelöltünk állt meg, és mindegy két tucat jelöltünk esetében fellebezésre, illetve kúria felülvizsgálati kérelemmel értünk, mert több száz ajánlást érvénytelennek minősítettek a bizottságok, és a mai napig nem engedték, hogy megnézzük, hogy pontosan mi volt a gond ezekkel az ajánlásokkal. Tehát elmondhatom, hogy a választások közelettével egészen szürreálisan átpolitizáltá vált mind a közigazgatás, mind az igazságszolgáltatás. Így aztán jelenleg 19 jelöltünk állt, 14 megyében plusz Budapest. Tehát országos listánk nincs, de a jelöltjeink azok indulnak, és szervezzük a kampányt annak, akinek tudjuk, mert csak hogy még tetézzük. A Magyar Államkincstár azoknak a jelöltjeinknek, akik a pártól kérték, hogy szervezzék meg a kampányt, és ugye az 1 millió forintjukat oda szerették volna adni, hogy ebből történjen, azoknak, miután nincs országos lista, nem adta vissza az 1 millió forintot, így ők ugye nulla esélyegyenlőséget tudnak így most magukénak. Úgyhogy mondjuk így, hogy egészen elképesztő az, ami most megy, hát ezt majd a választás meglátjuk, hogy mennyire teszi rendbe. Térjünk vissza a Jobbik irányvonalváltására, mert hogy részben ennek köszönhető az Értünk Értetek megalapítása is. Ugye részt vett a Jobbik programjának kidolgozásában a 2010-14-es ciklusra vonatkozóan, ugye a jelenlegi programot látva, illetve a Jobbik kommunikációt látva, ez még ugyanaz a párt, mint mondjuk 4 vagy 8 évvel ezelőtt? Hogyan látja? Igen, én is nagyon vártam, hogy kijön a program, mert attól egy kis megnyugvást reméltem, ugye ment a kommunikáció, hogy a néppárti kommunikáció, de majd radikális a program. Hát ehhez képest pont a radikális elemek azok sehol nem lehetők fel. Immár mondjuk a cigányság integrációjáról semmi, tehát egy 10 soros iránkozás, de megoldási javaslat vagy irány semmi. A cigány gyerekek számára a bentlakásos iskola az még mindig megvan, de hát 8 év eltelt, ez már egy nem megvalósítható gondolatsor. Több százezer gyerekről beszélünk, egyszerűen ez már irreális. Ugyanakkor a megélhetési gyermekvállalás az már nem jelenik meg, sőt olyan családpolitika és olyan támogatási rendszerről beszélnek, ami kifejezetten előmozdítaná például ezt. De a közbiztonság terén sincsenek valódi megoldások, és hát itt sorolhatnánk elég hosszan. Azt mondja tehát, hogy nem csak kommunikációban, hanem programjában vagy politikájában is változott akkor a párt arculata. Mennyire tartja még hiteles vezetőnek Vona Gábort, mondjuk különös tekintette, hogy csak egy emblematikus ügyet hozzak a nemzeti oldalról, mondjuk a migrációs politika tekintetében? Hát igen, ugye ez egy kedvelt érvelés a jobbikosoknak, hogy Vona Gábor, illetve a Jobbik is azt mondja, hogy kell a határzár és megvédik az országot, csak mindig meg kell nézni, hogy az, aki mondja, az mennyire hiteles. A Jobbik vezetősége a 2010-es és 14-es programot is, ha lehet mondani, akkor szembe köpte, tehát nagyon sok tartalmi elemet egyszerűen szembe mennek vele ebben a 4 évben és a mostani programban is. Tehát azok, akik már eddig is megszegték ígéreteiket, azoktól nem tudom, hogy mit lehet várni, azok nagyjából mindegy, hogy mit mondanak. És ilyen szempontból én ráadásul Vona Gábort, mivel 4 évig együtt dolgoztam vele, nagyon közeli munkakapcsolatban, én egyszerűen egy gyenge és befolyásolható embernek tartom. Meggyőződésem, hogy a néppárti fordulat is ezért történt, mert rossz irányba befolyásolták. Tehát igazából, ha mondjuk egy ilyen ellenzéki koalíció kormányra kerül, és Vona Gábornak vezető szerepe lesz, én egyszerűen nem bízom benne, hogy ő ellen tud állni a nyomásnak. De ki vagy mi befolyásolja Vona Gábort, tehát mondjuk Simicska Lajos pénze vagy akarata, mennyire nyomja rá a bélyegét a Jobbik politikájára ön szerint? Hát nyilván nagyon, ugye ezt nem lehet tudni, hogy kik befolyásolják Vona Gábort. Egy biztos, hogy amennyiben az ellenzéki összefogás kormányra kerülne, akkor az Európai Uniótól óriási nyomás nehezedne, ugye a migráció szándékuk szerinti kezelésére és a migránsok be, illetve átengedésére. De hát azért itt a feltételezett koalíciós partnerek nagy része is migrációpárti. Tőlük is nyomás nehezedne Vona Gáborra és a vezetőségre, tehát én abban nem bízok, hogy ő ennek ellen tudna állni. De most ez egy érdekes ellentmondás, hogy ön azt mondja, hogy jelentős irányváltás következett be a párt politikájában, ugyanakkor a támogatottsági adatok alapján, mintha nem változna a párt támogatóinak tábora. Volt egy enyhe csökkenés, de hosszú ideje gyakorlatilag stagnál a párt támogatói köre. Az egykor radikális jobbik szavazók hogyan viszonyulnak most a párthoz, vagy hova lettek ők, vagy még mindig támogatják-e rendületlenül a Jobbikot? Hát
igen, én azért itt arra hívnám fel mindenki figyelmét, hogy a néppárti fordulatnak az volt a célja, hogy a Jobbikot kormányra segítse. Tehát az, hogy ők ugyanott tartanak, mint 14-ben, és vagy mint 10-ben, az azt jelenti, hogy ez egy teljes kudarc volt ez a néppárti fordulat, hiszen 2010-ben pénz és média nélkül elértünk egy nagyon komoly eredményt, és aztán az elmúlt 8 évben pénzzel és médiával egy helyben topog a Jobbik, ezt be kell látni. Tehát akkor ez úgy néz ki, hogy ez egy rossz gondolatsor volt, és hát én nem lennék büszke arra, hogy egy helyben topogunk. Ugye a frakció vagy a frakcióból vagy a pártból feltételezem, hogy többekkel tartja a kapcsolatot. Hogy viszonyulnak a választmányi tagok, a pártok a Jobbik jelenlegi politikájához? Kivárnak-e, reménykednek-e, vagy teljes mellszélességgel támogatják a mostani irányvonalat? Hát a legtöbben úgy vannak vele, hogy megvárják ezt a választást most, és most még adnak egy esélyt a Jobbiknak, és aztán majd meglátják utána. Majd meglátjuk, hogy ők mit fognak erre lépni, mert én ezt már hallottam többször 2014-ben és utána is. Sajnos az emberekre azért nem a bátorsága jellemző, ezt mondjuk ki. Van arra esély? Ön szerint mondjuk, hogy választások után Volna Gábor ellen valamiféle bizalmatlansági indítványt nyújtanak be, megpróbálják ott leváltani vagy elmozdítani? Mondjuk a csalódott, még pártban lévő jobbikosok? Lát erre esélyt? Hát ő ezt kijelentette, hogy ha nem kerülnek kormányra, akkor ő lemond. Tehát úgy gondolom, hogy ez az ígérete, ez egy elég kézzel fogható, és számon lehet kérni rajta. De ön úgy gondolja, hogy tartja majd magát Volna Gábor ez az ígérethez? Hát én azt gondolom, hogy azért valamennyi arca mindenkinek van, amit meg akar tartani. Többen ilyen lehetséges kihívóként vagy alternatívaként Novák Elődöt emlegetik a pártban, mint esetleg Volna Gábor lehetséges utódját, vagy elképzelhető kihívóját. Ők köré csoportosulnak az elégedetlenkedők? Tehát vannak ilyen gócpontok, vagy olyan személyek, akik köré mondjuk egy esetleges alternatíva elnökben és pártban is tömörülhet? Hát én inkább azt tapasztalom, hogy nagyon megosztott, hogy ki kit kedvel. Tehát ugye Volna Gábor volt az ikon, aki ezt az egészet összetartotta, és azon belül pedig mindenkinek megvoltak a maga hívei, és a mai napig megvannak. Így, hogy Volna Gábor elbukott, így nem tudom, hogy ki tudja nőni magát egy olyan vezető személyiség, aki úgy egységet tud teremteni, ez egy nagy kérdés. Ugye azért a vezetők nem teremnek csak úgy a fán, és ha egy ikon alkalmatlannak minősül, akkor azért az általában a szervezet elhalásával szokott járni. Itt most mondjuk a Miépet tudom mondani, aki ugye szintén Csurka István volt az ikon, és Csurka István nélkül pedig egy lefelé menő ágba került, mert hiányzik az ikon. Itt van az Értünk Értetek és az egyéni jelöltek, akiket kiállított, és több volt jobbikos országgyűlési képviselőtől, illetve támogatótól hallhattuk, hogy gyakorlatilag párt nélkül maradtak azok a nemzeti radikálisok, akik csalódtak a Jobbik mostani politikájában. Mi lesz velük? Hova szavaznak, hova szavazzanak, vagy mi lesz a választások után? Tehát életképes alternatívát, új nemzeti radikális pártot lehet-e formálni egy ilyen közegben, vagy a Jobbik megléte mellett? Nyilván az Értünk Értetek azért jött létre, mert megpróbáltunk egy alternatívát adni, egy tartalmában is nemzeti, keresztény, szociális és radikális pártot. Egyéniben ezt továbbra is tartjuk, hogy ahol lehet, ott szavazzanak ránk, hiszen bármelyik jelöltünk jut be, az a párt programját is fogja képviselni, ami az értünkértetek.hu-n fönn van, tehát mi ezt büszkén vállaljuk. És én nagyon óvatosan mondanék bármit is, hogy kire szavazzanak, hiszen ha én valamire bátorítok embereket, akkor utána annak a felelősségét is viselem, hogy milyen kudarcok és vétkek zajlanak majd abban az erőben. Egy biztos, most igazából három kockázati elem van az ország számára, az anyagi, a morális és a migráció. És ebből mindenki döntse el, hogy melyik a legnagyobb kockázat, és melyik az, amelyikből még visszafordítható az ország, és melyikből már nem, és ezt szerint választanak, hogy kire szavaznak. Berta Szilvia, köszönjük szépen, hogy itt volt. Köszönöm szépen.